A Gyömrői Művelődési Házban megrendezett kistérségi nyugdíjas találkozón a 40 éves Boglárka Nyugdíjas Klubot és tagságát köszöntötték, közben pedig a helyiek mellett az ecseri és a péteri nyugdíjas és hagyományőrzők is felléptek. Egybehangzó vélemény szerint jó a vezetőség, a közösség érdekében értékes embereket fog össze. A 168 taggal rendelkező klub tagjai az egyesületi programokon nem csak megjelentek, de a szervezésben is aktívan közreműködnek. Jó a vezetőség, jó a kollektíva, és értékes nyugdíjas emberek vannak, akiknek az a céljuk, hogy a nyugdíjas klub létezzen, éljen és tovább működjön. Ne csak abban az első 10 évben, hanem még a továbbiakban is. Tudjuk továbbadni még 40 évre legalább, vagy 50-re. Hát ez most rajtunk múlik, hogy hogy tudjuk továbbadni. Nagyon nehéz, mert nem jönnek fiatalok sajnos. Csak az idősek vagyunk már, de azért próbálunk úgy létezni és úgy csinálni, hogy elfogadható legyen, és próbálunk a közösséggel együtt élni, variálni a dolgokat, hogy jó legyen. Ön mióta tagja és mióta elnöke a klubnak? Én a klubnak a tagja 30 éve vagyok, és elnöke 5 éve. Az elmúlt 5 évre visszaemlékezve, a legemlékezetesebb pillanatokat meséljen, legyen szíves. Hát a legemlékezetesebb pillanatok azok voltak, amikor elmentünk egy kirándulásra, például elmentünk színházba, és arra a klubéletre, amit itt folytattunk Gyömrőn, részt vettünk mindenféle megmozduláson, Rákóczi Szövetség emlékének a megemlékezésén, a születi mulatságokon, minden egyes felvonuláson, koszorúzásokon, eskütéri megmozdulásokon, október 23-ai megmozdulásokon, lecsófesztiválokon, minden egyes ilyen alkalomon, tehát nagyon, nagyon jól érezzük magunkat ebben. Hány tagja van az egyesületnek? Jelenleg most 168 tagból állunk, hát volt, amikor többen is voltunk, de hát ez most változó, mert sajnos sokan elhaltak a tagok közül, és nem tudjuk pótolni, hogy... A tagságnak mi a feltétele? Életkor, vagy tagdíj, vagy ilyenekre gondolom? A tagdíjunk, amit éves tagdíjba fizetünk, 1700 forintos tagdíjunk van, a tagságnak meg változó. Vannak 70 évesek, vannak 60 évesek, vannak 80 évesek, és vannak olyanok is, akik már 90 évesek, de még azok is tagok, hát azok már nem igen vesznek részt ilyen rendezvényen, de próbálunk velük is kapcsolatot tartani, amikor idősek napja van, vagy egyéb hasonló, akkor megpróbáljuk őket megajándékozni, és az önkormányzatnak igenis nagy része van ebben, hogy mi létezünk, és őket is tudjuk támogatni ezzel. Ma nem egy szokásos összejövetel van, hanem egy 40 éves évforduló, és egyben egy térségi találkozó. Kik vesznek ezen részt, kiket hívtak, meg milyen alapon? Hát ez a kistérségi találkozóra a környező községekből hívtuk meg a nyugdíjas klubokat. Ezekkel évek óta, évtizedek óta kialakult kapcsolatunk van, olyan, mint Ecser, olyan, mint Péteri, Mender, Tápioszecső, Sűsáp, Úri. Tehát ezek mind, már 30 éve tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy... Lehet-e tudni, hogy itt most hányan vesznek részt? Nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy meg vagyok lepve, mert annyian jöttünk össze, hogy erre nem számoltam, ez az igazság. Tehát biztos, hogy vagyunk, vagy 400-an, vagy 500-an, nagyon sokan vagyunk, nem hittem volna, és ennek én nagyon örülök, és boldog vagyok. Az alapítók egyike szerint kezdetben a gyömrői szokások megőrzése, továbbvitele volt a legfőbb feladat. Kialakult egy aktív kultúrgárda, amelynek részeként a férfikar katonadalokkal járta az országot és szerzett ismertséget a településnek és a klubnak egyaránt. Mióta tetszik tagja lenni a nyugdíjas klubnak? 1985 óta. Kevesen indultunk, egy kis szobába, még nem volt kultúrházba se engedélyünk, hogy belépjünk. Ott kezdődött minden, ilyen 15-20 fővel. Mi változott a 40 év alatt? Azon kívül, hogy mindenki egy kicsit idősebb lett, de milyen szemléletbeli vagy szokásokbeli változásra tetszik emlékezni? Hát általában próbáltunk gyömrői szokásokat fölvenni, tehát születi bálban részt vettünk, egyéb műsorokon, és akkor önmagunknak kialakítottunk egy kultúrgárdát, ami általában 20 fős, de volt, amikor 30-an voltunk, és mindenféle műsort betanultunk magunktól, tehát nem volt zenei szakértőnk abban az időben, és akkor mindenki kitalálta magának, hogy mit ad elő, és lemezről tanultunk. Otthon a lemez ment, és akkor addig ment, még meg nem tanultuk a dalt. És Plekner Bözsi néni nevű hölgy volt a vezetőnk sokáig, és akkor ő kitalálta, hogy kér engedélyt a kultúrházra, hogy hát most már ott szerepeljünk, mert már szép létszámmal jelentkeztünk, és meghirdettük, hogy a jó énekesek, ha kedvük van, jöjjenek közénk. Hát abban az időben valóban a legjobb énekesei a falunak jelentkeztek, és kialakult egy 30 fős kultúrgárda. Operett, magyar nóta, jelenetek, mindent, és mindig önmagunkat szórakoztattuk. Tehát egy-egy nagyobb ünnepen fölléptünk, végül hírünk ment, és nagyon sok helyre hívtak bennünket szerepelni. Az akkor alakulgató nyugdíjas klubok. Úgyhogy így nagyon nagy barátságok alakultak ki. A mai napig megvannak ezek a barátságok, így hogy Sülly, Úri, Koka, Péteri, de messzebbre is mentünk, például mentünk Beregfürdőre, az országos nyugdíjas klubnak a rendezésébe meg voltunk hívva szerepelni, és sokfelé. Volt egy nagyon jó katonakórusunk. Az 50-es évek katona ruháit megkaptuk a honvédségtől, amit már leselejteztek, és nagyon-nagyon jó volt a férfi karunk, kimondott katonadalokkal. Járták az országot nagy sikerrel. Ugye a régi katonadalokat ma már ugye nem nagyon mondják, és fölkeresték, megtalálták, megtanulták, és nagyon nagy országos siker volt. Például a Nemzeti Színháznak a Góbi Hilda gyűjtött pénzt. És kitaláltuk, hogy mi a Gyömrői Nyugdíjas Klub fogunk szerepelni, és azt a pénzt a Nemzeti Színház javára fogjuk ajánlani. Úgyhogy ez meg is történt ez a műsor, kihívtuk Góbi Hildát, eljött, és csodálkozott, hogy micsoda műsort adtunk össze. Én sajnos már a barátnőm meghalt, a millió rózsaszálat tűztük ki, és a tévének nagyon tetszett, fölvette, és országos hírünk lett. Hívtak bennünket szerepelni országosan, de hát nem mentünk el, mert akkor összegyűjtöttünk akkor 15 000 forintot, azért az abban az időben nagy pénz volt. Átadtuk Góbi Hildának. Nem olyan régen, 3 éve a tévé fölkutatta ezeket a régi adakozókat, és annyira megörültem, mert bejátszották ezt a nótánkat. Ha, mondjuk, hát népszerűek lettünk a tévébe is. Tehát még itt is adakoztunk, és tényleg a Nemzeti Színházban, ha más nem, egy téglánk van. A helyi önkormányzat támogatja a Boglárka Nyugdíjas Klubot és a szociális gondozóhálózaton keresztül az idős embereket is. Úgy lettem az alelnöke a Nyugdíjas Klubnak így Gyömrőn, hogy ők kértek föl. Én úgy gondolom, hogy az évtizedes segítő munkámat próbálták így honorálni, hogy nem mint alpolgármester, nem mint kívülálló ember, hanem mint belsős ember, még aktívabban segítsem a munkájukat. Én ezt nagy tisztelettel, köszönettel elvállaltam, és úgy gondolom, hogy próbálok megfelelni a viszonylag kevés időm mellett a nyugdíjas klub elvárásainak. Van egy olyan mondás, hogy egy társadalmat arról is meg lehet ítélni, hogy hogyan bánik az idős embereivel, a polgáraival. Hát a Gyömrőn úgy tűnik, hogy elég jól bánnak. Milyen támogatásban részesülnek a gyömrői nyugdíjasok? Természetesen anyagi támogatásban részesülnek önkormányzatunk részéről, illetve nem anyagi támogatás, például itt a művészeti központot, bármilyen rendezvényük van, ingyen és bérmentve igénybe vehetik, illetve a nyugdíjas klub házát is az önkormányzat tartja fönn a nyugdíjasaink számára. Most ünnep van a 40. évforduló, de azért az emberek életében, pláne idősebb emberek életében a hétköznapok gondokkal is járnak, betegség, anyagi gondok. Hogyan tudnak egymáson segíteni, hogyha esetleg valakinek szüksége van erre? Úgy tudunk segíteni, hogy Gyömrőn van egy szociális szolgáltató központunk, ami szerencsére helyileg is a Nyugdíjas Klubbal egy telken van, és nagyon-nagyon jó a kapcsolat a Nyugdíjas Klub, illetve a támogató szolgálat a szociális gondozói hálózat között. Oda-vissza megy a kommunikáció napi szinten, ezáltal szinte napra készen tudjuk, hogy milyen problémájuk van, illetve miben tudunk segíteni, ők jelzik felénk. Mert párhuzamosan ennek a szolgálatnak is az elnöke vagyok. Alpolgármesterként hogy ítéli meg, hogy a nyugdíjasok mennyire aktívan vesznek részt a civil életben? Nyugdíjasok szerintem minden településen elég aktív szerepet vállalnak, hiszen a nyugdíjasság az nem egy foglalkozás, vagy nem egy különálló valami, hanem ez egy természet adta életkorra járó történés, ha mondhatom így, és a nyugdíjasok között van nagyon sok aktív, életerős ember. Gondoljunk bele, hogyha bárki megéri a nyugdíjas kort, hogy a mérnök is lesz nyugdíjas, a könyvelő is lesz nyugdíjas, a műsorszervező is lesz nyugdíjas, a riporter, az operatőr is, és hogyha a klubba tömörülnek, akkor az eddigi munkáikat ugyanúgy végzik tovább, hogyha nem is hivatásszerűen, hanem hobbi szinten. A kitüntetés, az elismerés mindenkinek jól esik. Láttuk, hogy itt okleveleket adományoztak a nyugdíjasoknak. Kik kapták és milyen alapon? A Nyugdíjas Klub elnöke, Szabó Sándor úr nyújtotta át azon csapattagoknak, illetve klubtagoknak, akik aktívan vesznek részt a Nyugdíjas Klub munkájában, illetve olyan tagoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek az elmúlt időszakban a klub életében, hiszen minden ilyen jeles esemény, mindez a 40. évfordulója a Nyugdíjas Klub fennállásának pont nagyon jó alkalmat ad arra, hogy díszoklevéllel honorálja a klub a tagjainak a munkáját. Önkormányzatunk is kapott egy díszoklevelet, hiszen mi azon kívül, hogy anyagi támogatásban részesítjük a Nyugdíjas Klubot, nagy öröm és szeretettel vesszük, hogy majdnem az összes rendezvényünkön ők aktívan részt vesznek, fellépéseket vállalnak, ha olyan a rendezvényünk, például gyereknapon sütit sütnek a nagymamák és nagypapákkal együtt közösen, ingyenesen osztják a lakosaink részére.